Köszöntöm Önöket, közéleti magazinunkat látják, kezdünk, tartsanak velünk! Kis mértékben ugyan, de nőtt a bűncselekmények száma Tolna megyében. Ezzel együtt viszont a rendőrség több bűncselekményt is oldott meg, mint egy évvel korábban. Pontos számok egyelőre nem nyilvánosak, mi viszont megpróbáltunk utána járni, mennyi is az annyi. A Nyugalom szigete gyakran illetik ezzel a jelzővel Tolna megyét, akkor, amikor bűnügyi statisztikákról van szó. A hírek ugyanaz országnak ezen a részén is gyakran számolnak be izgalmas rendőrségi elfogásokról és bírósági tárgyalások ítéleteiről, ám közel sem olyan sűrűn van erre lehetőségük az újságíróknak, mint az ország más részein. Ez a rendőrség bárki számára böngészhető bűnügyi térképe. A megyékre osztott ábrán minél sötétebb egy szín, annál több a bűncselekmény ott. Látszik, hogy például a rablások számát tekintve Tolna megye a legvilágosabb megyék közé tartozik. Hasonló a helyzet a lopások és lakásbetörések esetében is. Személy elleni erőszakból, mint a rágalmazások, a segítségnyújtás elmulasztása vagy a testi sértések viszont már a legfertőzöttebb megyék közé tartoztunk tavaly az év utolsó negyedében. A pontos számok egyelőre nem nyilvánosak, azt viszont Tolna megye bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is megerősítette, hogy egyes bűncselekmények száma valóban emelkedett. Nagyon kismértékű emelkedés tapasztalható a bűncselekmények számában, Tolna megye tekintetében ez 101 néhány bűncselekménnyel emelkedett. Ehhez hozzá kell tenni, hogy ez egy olyan sorozat bűncselekménynek a felderítése generálta ezt a növekedést, amit eredményesen tudtunk befejezni. Hogy az egészhez képest mennyit jelent a 100-nál valamivel több bűncselekmény, érdemes megnézni a KSH ezzel kapcsolatos adatait. A hivatal szerint 2017-ben 7308 bűncselekmény történt Tolna megyében. Ehhez képest a nagyjából 100 esettel több 2018-as év, legfeljebb 1,5%-kal magasabb számot eredményezhet. Hogyha megnézzük az eredményeket, amik jelen pillanatban rendelkezésünkre állnak, akkor mind a felderítési eredményesség, mind a nyomozás eredményesség emelkedett. De én úgy érzem, hogy a bűncselekmények, a regisztrált bűncselekmények számában is néhány bűncselekmény kicsit emelkedett, és így az összbűncselekmény is, de hozzá kell tenni, hogy Tolna megye továbbra is az ország egyik legbiztonságosabb megyei közé tartozik. A bűncselekmények számával tehát a rendőrség munkájának hatékonysága is nőtt, és ahogy elhangzott, Tolna megyében továbbra is kevés bűncselekményt követnek el az ország más részeihez képest. Több mint 400 millió forintból újították fel Szekszárdon a Tolna megyei katasztrófavédelem igazgatósági szerveinek helyet adó épületet. Az egykori szűv helyen mostantól 21. századi körülmények között tudnak a katasztrófavédelem munkatársai dolgozni, és az ide érkező állampolgárokat is modern környezet fogadja. Tábla hirdette már tavaly nyár végén, hogy hamarosan a katasztrófavédelem munkatársai költöznek be az évtizedek óta üresen álló egykori szűv épületébe Szekszárdon. A felújítási munkák akkor már hetek óta folytak az épület egy részén. Ezek a havas felvételek december közepén készültek. Hiába volt hideg, a felújításon és az átépítésen ekkor is dolgoztak a szakemberek. Ez jól látszott az épületet kívülről megnézve. A külső szigetelést teljesen befejezték, a nyílászárókat is korszerűekre cserélték, és a bejárat felett már ott volt a katasztrófavédelem felirat is, jelezve, hogy az épület hamarosan új funkciót kap. Ezek már egészen friss képek. A Szekszárdi Tűzoltó Zenekar műsorával kezdődött a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új irodaépületének átadója. Az ünnepségre rengetegen voltak kíváncsiak, volt, aki a lakása ablakából figyelte azt. Ezek pedig a nemzeti színű szalag átvágásának pillanatai. Ezt követően a megjelentek személyesen is megnézték a modern épületet. A több mint 400 millió forintos fejlesztést az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját forrásból finanszírozta. A felújítás lehetővé tette, hogy az igazgatóság korszerű irodákkal gazdagodjon,
és így a régi épületet teljes egészében a parancsnokság és a kirendeltség állománya egyedül. Kiemelt feladat volt a felújítás közel 400 millió forintos költségének biztosítása, melyet a katasztrófavédelem teljes egészében saját forrásából finanszírozott. A beruházás keretében az épület kívül és belül megújult. Új nyilászárókat, homlokzatú hőszigetelést kapott, megvalósult a belső terek modern irodai elhelyezési igényekhez illeszkedő felújítása, burkolatok cseréje. Az elektromos és gépészeti korszerűsítésen túl 62 darab napelemet is telepítettünk, így elmondhatjuk, hogy nem csak modern, hanem a 21. század technológiáját alkalmazó, energiailag is hatékony, gazdaságosan üzemeltethető irodaházat alapítottunk. A megyei katasztrófavédelem munkatársai eddig a szekszárdi tűzoltó laktanyában dolgoztak. Az az épület viszont nem volt elég nagy és korszerű ahhoz, hogy a különböző tevékenységet végző szakemberek 21. századi körülmények között tudják a munkájukat végezni. Erről beszélt Horváth Kálmán Tolna megye kormány megbízottja. Önök is tudják azt, hogy Szekszárdon 1950 óta, vagy az 50-es évek óta ilyen nagyságrendű beruházás, mint aminek most az átadásán megszentelésé részt vehetünk nem volt. Mikes utcában épült az 50-es évek elején a tűzoltó laktanya, azóta komolyabb beruházás nem volt, pedig én azt gondolom és feltételezem, hogy önök is így gondolják, hogy az önök felelősség teljes munkájához sokkal jobb ellátásra van szükség, illetve most már hála Isten elmondhatjuk, hogy meg is valósult, hiszen olyan feladatot tetszenek ellátni, olyan feladatot látnak el a katasztrófavédők, amihez megfelelő körülményeket kell biztosítani. Nagy valószínűséggel önök ügyfelekkel azért nem olyan sűrűn találkoznak, mint például mi a kormányhivatalban, de nagyon fontos dolognak tartjuk azt, hogy az ügyfeleket élő körülmények között fogadják, de ami ennél fontosabb, hogy az önök felelősség teljes munkáját a 21. században elvárható körülmények között lehessen végezni. Én úgy gondolom, bár belülről az épületet nem láttam, de az előzetes információm alapján az a véleményem, hogy ez itt most Szekszárdon, hála Isten megvalósul. Én gratulálok a kezdeményezéshez, és önöknek pedig az igazgatóság, illetve a katasztrófa védők munkája az jó egészséget. Az új épületben 43-an dolgoznak nap mint nap. Az ő kényelmük mellett az épület terének kialakításakor az is fontos szempont volt, hogy az ideérkező állampolgárokat kulturált körülmények között tudják fogadni. Ami a számomra legfontosabb üzenete a mai napnak, az az öröm, és remélem, hogy munkatársaim számára is. De hogy komolyra fordítsam a szót, Tolna megye, és sőt az ország biztonsága számára is egy nagyon fontos esemény ez a mai nap, 2019. február 7-e, amikor a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság új igazgatósági épületét adjuk át. Azért fontos ez, mert valóban a megyei szervnek egy igazgatási épülete lesz ez, ahol a megyei igazgatóság vezetése, a funkcionális szervek, tehát a humán igazgatás, a gazdasági igazgatás, a műszaki tevékenység, a hivatali tevékenység fog megtörténni, és el tud különülni a készenléti szolgálatot ellátó szekszárdi hivatásos tűzoltóparancsnokságtól, valamint a szekszárdi katasztrófavédelmi kirendeltségtől. Ez a novuma ennek, hogy egy pusztán igazgatási épületben a tűzoltók az ügyeiket tudják intézni, a hatósági osztályaink a másodfokú, főleg másodfokú hatósági ügyek intézését tudják intézni ebben az épületben, az ügyfelek kulturált körülmények között tudják az ügyeiket intézni, külön gondoltunk arra, aki mozgáskorlátozott, hogy meg tudja közelíteni az épületet. Ennek az épületnek a kialakítása, funkciója is így került kiépítésre. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál azt tervezik, hogy a Tolna megyei irodaház után jövőre a szekszárdi tűzoltó laktanyát is teljesen felújítják. 28. alkalommal rendeztek hagyományos svábbált a szekszárdi Dienes Valéria általános iskola diákjai és a pedagógusok. A helyi Babits Mihály Kulturális Központban több mint 500 diák állt színpadra a szüleik és rokonaik előtt. Az autentikus német viseletet hordó gyerekek hónapokig tanulták a táncokat.
Közel 3 évtizedes hagyomány már, hogy a farsangi időszak alatt a szekszárdi DNS Valéria általános iskola pedagógusa és svábbált rendeznek a gyerekeknek és szüleiknek. Ez lesz az idén a 28. svábbálunk. Van 2 olyan szereplőnk, akik kezdetektől fogva részt vesznek a programunkban. Ez a szekszárdi ifjúsági fúvószenekar és a szekszárdi Mondsány kórus. Rajtuk kívül fellépnek a programban a Wunderland óvoda kis táncosai, és iskolánknak a táncosai és a kórusa. Ez egy teljes iskolára kiterjedő program, tehát az iskolának is minden tanulója itt van, és minden pedagógus részt vesz a szervezésben. A főszervezés a német munkaközösségé, de mindenki részt vesz benne. És egy elég nagy munka. Pénteken tartottunk egy főpróbát itt a művelődési házban. Elvileg mindenki tudja a munkáját, és reméljük, hogy jól fog sikerülni idén is. A legelső svábbált azt emlékszem, hogy még a régi gyermekek házában tartottuk. Ez 92-ben volt, és Vitéz Zsolt igazgató úr vezetésével. És aztán úgy lassacskán kinőttük, átkerültünk ide a művelődési házba. Amikor felújították, akkor kicsit beszorultunk az iskolánkba, de most, hogy megint ide tudunk jönni, akkor itt szebb körülmények között tudjuk megrendezni az egész bált. Több mint 500 gyerek állt színpadra az est során, amire a gyerekek alaposan fel is készültek, sőt nem csak a színpadi műsor betanulása és előadása volt a feladatuk, hanem a műsorvezetésért is ők feleltek. Ez hagyomány már. Erre az évre azt kaptam feladatul, hogy én legyek a műsorvezető, a német műsorvezető. Igazából örültem neki, mert hát még nem voltam. A ruhám, ami rajtam van, az egy sváb népviselet, jön ki. Anyukám és apukám érdeme, hogy ez most itt rajtam lehet. Ők szerezték a ruhámat, anyukám egyik munkatársától. Társammal, ugye magyar műsorvezetővel is, és az egyik igazgatóhelyettesünkkel, Erika nénivel együtt hát összeültünk, úgymond, és átbeszéltük ezt az egészet, hogy a hanglejtések, hogy hogy kéne elmondani a mondatokat, és a kiejtést is persze, főleg a németnél. Igazából tegnap csak 2-szer tudtuk ezt sajnos elpróbálni. Egyszer a színpadon, és egyszer hát egy ilyen teremben, és hát igazából a folyosón. Most is elpróbáltuk, hát remélem, hogy sikerülni fog a színpadon is ugyanígy mondani. Amit ma lehet látni, az egy komplex hagyományőrző munkának az eredménye. Tánc, ének, zene, viselet, aztán a bálban maga a sváb bál, a tombola, sváb süteményeket is hoznak a szülők a tombolára, a büfébe, és a tombolába is igyekszünk olyan tárgyakat is válogatni, amik a sváb kézművességhez kapcsolódnak. A táncokhoz használt viseletek legtöbbjét a gyerekek nagyszülei még nap mint nap hordták. Én a villányi vasárnapi ünnepi viseletet hordok. Meg az ilyen ifjú asszony viselet is egyben. Mitől villányi ez? Hát, hogy élénk színei ugye a lila, a fehér és a fekete szín. Enyém szálkai viseletet hordok, ünnepi, és templomba is ezzel mentek. És a kabátka, vagyis magyarul röpike, az 100 éves, és a többi pedig 90 éves. Ennek is nagy hagyománya van már, egy színvonalas népviseleti bemutatót rendezünk már sok-sok éve. A szülők és nagyszülők felkutatnak értékes ruhákat, ráadják a gyerekeikre, és ezeket is megnézzük, és hát még van egy értékelés is. Úgyhogy még díjakat is lehet nyerni rá, a zsűrinek biztos, hogy nem lesz könnyű dolga, mert nagyon sok szép értékes ruha lesz.
Főleg a bőség zavarával kell megküzdeni a megyei önkormányzat által felkért grémiumnak, amikor meg kell jelölni az év civil szervezetét, a két különdíjast és a Bazsonyi Arany Mecénás díjra érdemesült céget, szervezetet, egyesületet, vagy éppen magánszemélyt, akiket kiválasztanak, minden évben abszolút megérdemlik, akik meg éppen lemaradnak, de komoly a támogatottságuk, azok okkal reménykedhetnek, legközelebb már jó eséllyel ők is díjazottak. Ők is a díjazottak között vesznek részt. Sok jó között a legjobbnak lenni dicsőség, és igazán nem érdekes ilyen esetben annak, aki kapja, hogy ezért nem jár különösebb anyagi elismerés. Az év civil szervezete egyetlen díja, két külön díja és a Bazsonyi Arany Mecénás díj odaítélése a megyei önkormányzat által felkért kuratóriumnak minden évben bizony a bőség rendkívüli zavarával kell megküzdeni. Csak három lehet a díjazott, és persze ennek többszöröse már most megérdemelni valamelyik kitüntető címet. Rengeteg civil kezdeményezés van, rengeteg olyan csoport van, amelyek érdemesek arra, hogy megemlítsük őket, díjazzuk őket, hiszen nem nagy értékű díjakról van szó, nem nagy értékű dolgokat kapnak, hanem egyszerűen elismerjük őket. Szerintem ez a legfontosabb, hogyha az emberek között ez, hogy is mondjam, általánosan elterjedne, akkor sokkal több béke lenne szerintem ebben a világban, így Tolna megyében is. Mi ezért dolgozunk. Reflektorfényben vannak a magas színvonalon hagyományőrző egyesületek, azok zenekarai, tánccsoportjai, az amatőr művészeti élet más területeinek csoportjai. Őket ismeri a szélesebb közvélemény. Mellettük persze léteznek, meghúzódva a háttérben, társadalmilag roppant közhasznú civil szervezetek megyeszerte, akiket a kuratórium igyekszik beemelni a díjazott kiemeltek közé minden évben, az idén is így történt. Észreveszünk azokat is, akik dolgoznak, adott településen óriási értéket képviselnek, és fontos szerepet játszanak a feltörekvő fiatalság nevelésében, istápolásában. Vagy éppen az idősebbekében, mint például az év Tolna megyei civil szervezete egyik külön díjasa, a Gyöngysor Alapítvány, amely többek között közösségi pszichiátria keretében segíti a mentális betegeket egész évben a társadalmi, illetve családi életben történő visszailleszkedésben, és rendszeresen oszt pályázat útján elnyert élelmiszercsomagokat az arra rászorulóknak. A másik külön díjas 2019-ben Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület, amely a szociális, illetve családgondozó állandó tevékenysége mellett jelentős szerepet játszik Szekszárd kulturális örökségének, feltárt értékeinek a megőrzésében. Az év Tolna megyei civil szervezete kitüntető címet a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület kapta az idén. Népdalgyűjtésük, zenéjük, több generációs részvételük, Bogyiszló néprajzi feltérképezése, hangzatos külföldi sikereik önmaguk helyett beszélnek. Ő aztán nagyon megérdemelte, kommentálták az ünnepségen résztvevő civil szervezetek képviselői a Bazsonyi Arany Mecénás díj új díjazottjának neve elhangzásakor. Rül Gizelláról van szó. A tolnai vállalkozó a Tolnai Art internetes portál létrehozója. Ő a kultúra egyik, hanem a legnagyobb megyei civil menedzsere. Hogyan? Miként? Nos, erről több száz író, képzőművész, iparművész, fotós tudna személyes példáján keresztül mesélni. Rül Gizellának egyébként páratlan és rendkívül gazdag magángyűjteménye van a Tolna megyei képzőművészek alkotásaiból. És a Szabó Dezső ösztöndíj létrehozása is elsősorban neki köszönhető. Példaértékű lehet a szomszéd településen, más közösségek, vagy nézzétek, ezek meg tudták csinálni, mi is próbáljuk meg. És még elképesztő mennyiségű érték van ebben a megyében, településeken. Józseffalva, Andrásfalva, Fogadjisten családfa kutatását összegző, a székely családok Bukovinából való elvándorlását nyomon követő három könyvével már elkészült a bátaszéki szerző Rudolf László, és a mára még hátralévő két településen az Isten segítsen és majd Hadikfalván dolgozik,
és közben a híres Kanadában élő székely kutatóval Elizabeth Longgal is tartja a kapcsolatot. A számítástechnikában ideje korán szerzett jártassága révén több ezer család, tízezernél is több személy anyakönyvi adatainak birtokában Rudolf László bátoszéki helytörténész már elkészítette Józsefalváról, Andrásfalváról és legutóbb Fogadj Istenről is az ottani családok életútját lekövető három könyvét. Vissza van még Isten segíts és Hadikfalma, amelyeken már most munkálkodik, a székelység Tolna megyei kutatójává is vált, sok leszármazottnak eddig nem ismert új információkkal szolgáló szerző. Ezek a könyvek általában csak egy falunak a népességét követik. Na most ez is nagyon nehéz, hogy megfogni, hogy ki az, aki csak Andrásfalvi, és ki az, aki mondjuk egyszer csak Isten segítsi, mert nagyon nagy keveredés volt már az elején, és akkor most akkor az egyik kötetnél akkor közöljem, a másiknál ne közöljem. Ha elvándoroltak, de aztán később egy generáció múlva esetleg visszajött a család. Tehát ezek mind ilyen nagyon problémát okoznak, hogy most melyik kötetbe külön legyen. Rudolf László álma, de nagyon is reálisnak tűnő terve, egy míves kötésű, mint egy fél méteres gerincű nagy székely kötet, amelyben valamennyi település benne lenne, és a most még több könyvében is helyhiány, illetve nyomdatechnikai okokból kimaradt képek is méltóképpen meg tudnának jelenni ebben. Ha majd egyetlen egy nagy Bukovina kötet lesz, akkor nincs probléma, akkor abban mindenki egyszer szerepel, és hatalmas nagy kötet lesz. Tehát így lehet ezt elképzelni. Fogadj Isten, Isten segíts meg, családfa kutatása más érdekességeket tárt fel, mint az Andrásfalváról, illetve Józsefalváról szóló. Az a legnagyobb érdekesség, és a könyvemben ezt mind publikáltam is, hogy eleinte boldog-boldogtalan megfordult ebben a kis faluban, hiszen akkor mondom csak, még Fogadj Isten, meg Isten segíts létezett, és utána egyszerűen szőrén szárra eltűntek az emberek. Tehát csak azok a családok maradtak meg, és az áttelepedésig, és a leszármadtak ma is élnek, akik huzamosabb ideig Bukovinában éltek, Fogadj Istenen, de nagyon sok család, tehát aki átlapozgatja ezt a könyvet, akkor csodálkozik, hogy hát ilyen, vannak köztük magyar nevűek, vannak szláv nevűek, tehát a legkülönbözőbbek, de nagy volt a népvándorlás. Rudolf Lászlót a nagyvilágból is nem kevesen megkeresik folyamatosan a bukovinai gyökerű székely leszármazottak, és bizony hálásak neki az összegzett, végigvitt, általuk nem tudott új információkért családjukról. A székelységet, mint népcsoportot DNS vizsgálatokkal kutató kanadai tudóshölgyel Elizabeth Longgal is kapcsolatba került többször is munkássága során, találkozott vele személyesen is. 16 ilyen ember csoportot lehet megkülönböztetni, és ő a bukovinai székelyeket kezdte tesztelni, részben itt Magyarországon, részben az Egyesült Államokban, Kanadában, összehasonlítani, hogy valóban rokonok-e, és amikor már volt eredmény, akkor ment Romániába, és azt csinálta, hogy elővette a román telefonkönyvet, megnézte, hogy mely településen vannak az adott népből, amelyre ő kíváncsi volt. Nagyon sokan elment oda, hát találomra, sokszor találomra csak választotta ki a tesztalanyt, és utána nagyon sokszor bebizonyosodott, hogy igenis az ottani erdélyi falucskában lévő mondjuk, mondok egy józsefali példát, egy kató, vagy egy erős családnak, igenis ott lehetnek a gyökerei, hiszen az ott vett minta, és az itt Bátaszéken levett minta, az megegyezik. Ez azt jelenti, hogy az ő őseik valamikor közösek voltak. Ennyi volt Közéleti magazinunk, tartsanak velünk legközelebb is, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!